Üdvözlöm a kedves nézőket, jó estét kívánok, 7 óra van, és ha 7 óra van, akkor jön a 7 órás vendég. Mai meglepetés vendégem Kis Dani, aki eredetileg nyelvész, Kínába is megfordult, de most az önök kedvéért ellátogatott a távoli Ukrajnában, életét kockáztatva képeket, beszélgetéseket hozott nekünk. Sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, aztán tudja Isten, hogy következő állomása mi lesz. Szia Dani! Jó reggelt! Reggelt! Jó estét kívánok a kedves. Jó estét kívánok, összekevered ilyenkor már a reggeleket és az éjszakákat. Anya, amikor össze-vissza utazik az ember, akkor már nem tudja, hogy hol van és milyen időszak. Szerintem akkor kezdjük a mai beszélgetésünket egy kis vízzel. Így van, legyen egy kis víz. Akkor arra kérem kollégáimat, hogy jöjjön a víz. Mi is volt ez az állóvíz? Hát igen, ugye pontosan állóvíz, mert ugye azt akartam volna megkérdezni tőled, hogy hogyan képzelsz el egy szakadár fővárost. Most ez egy szakadár főváros volt, ez volt a Donyecki Népköztársaság önhatalmulag kikiáltott Donyecki Népköztársaságnak a fővárosa Donyeck, és így is néz ki jelenleg. Tehát mielőtt az emberek azon gondolkodnának, hogyha szakadár terület van, és ott háború zajlik, akkor biztos pusztítás, és Szíriáról alkotott képek jutnának az emberek eszébe, hát nem így van. Nagyon csinosan zajlik az élet, mindenki teszi a dolgát, amennyire lehet, csönd, nyugalom, sőt inkább dögunalom van, hiszen 11 óra és este 11 és hajnali 5 óra között kiárási tilalom van. Ez nagyjából meg is öli egyébként az éjszakai életet, de hogyha az ember békésen sétálgat az utcán, akkor egyszer se veszi, hogy itt egy háború zajlik nagyjából 5 kilométerre a belvárostól. Akkor, amikor egy városról, egy településről beszélünk, akkor mindig megkérdezzük, hogy de mi a múltjuk nekik? Minden városnak van valami történelme. Donyecknak mi a történelme? Jó, hogy hozzuk képbe nézőinket. Hol is kezdődött ez az egész? Hát érdemes ugye, hogyha a menjünk vissza akár a második világháborúhoz. Hát talán még oda, sőt, hát megpróbálhatunk, de még talán távolabbra is el kell menni, hogyha egy térképet kérhetnék a kollégáktól ide mögénk, akkor ugye el tudnám magyarázni, hogy lényegében azt, hogy megértsük, hogy miért volt ott egy szakadár mozgalom, egy másik térképet. Ugye a legtöbben mindig a nyelvi megosztottságról, meg etnikumról beszélnek. Na most azt kell tudni, hogy már az orosz birodalom idején, tehát az 1800-as években is már rengeteg orosz került erre a területre. Kelet-Ukrajna, ez egy szénben gazdag ipari terület. Szén, fémipar, mit tudom ásványi kincsek. Ásványi kincsek. Na most különböző módon mesélik, de ugye általában azt lehet tudni, hogy lekültek rengeteg bűnözőt, tehát ugye a fegyházakból, stb. Munkára, hogy keletre, hogy dolgozzanak a gyárakban, illetve a bányákban, illetve ugye oroszokat küldtek ki oda, hogy ott létrehozzák ezt az ipari területet. Ezzel persze nem azt akartuk mondani, hogy az oroszok azok mind börtöntörténetek voltak. Nem, nem, de természetesen ugye az orosz birodalom idején, hát kit fogunk kemény munkára, hát ugye a börtöntöltelékeket. És akkor ugye el is oroszosodott, aztán jött a Szovjetunió ráadásul, ahol ugye az orosz nyelv kezdett predominálni. Tehát az volt a közös nyelv, és hogyha valaki érvényesülni akart, akkor az orosz nyelvet kellett beszélni. Most ugye a Szovjetunió az miről szólt? Nagyjából a hadiparról, de igazából iparról nem. Na hát ugye ez volt a központja legalábbis Ukrajnában az iparnak, és itt mindenki oroszul kezdett el beszélni. Tehát az, hogy valaki ukrán származott, összevegyültek. Na most ez az egész balhé általában rá szokták mondani, hogy ez a szakadár mozgalom, ez azért történt, mert hogy nyelv. A nyelv kérdése, tehát az új Ukrajna, az új állam, ugye az állami nyelv az ukrán nyelv lett, és folyamatosan szorították vissza az ukránt. Most miért is volt ez a forradalom? A orosz olvasatban, tehát az orosz médiában, meg ugye ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt mondják, hogy a nyugat-ukránok azok el akarták ukrajnásítani, meg az országot, ukránosítani az országot, és nem akarták megengedni a keletieknek, hogy oroszul beszéljenek, és ezt a véleményt ezt mai napig lehet hallani keleten, Donyeckben, stb. Na most
szeretném jelezni, hogy itt minden, amit mondok, ez a saját meglátásom és tapasztalatomból, ez az én véleményem. Szerintem itt semmi másról nem volt szó, mint a gazdaságról. Tehát azt kell tudni, hogy ugye Ukrajnában az átlag keresete mennyi, 30 ezer, meg 40 ezer forint körül van. Ez vajnyi kevés. És hogy lehet megélni? Hát nagyon ügyesen, nagyon okosan, vagy sehogy. Családos anyukák dolgoznak két munkában, stb. Tehát ilyen van. Mindeközben persze milliárdosok vannak, stb. Tehát a társadalmi külön egyenlőtlenségek azok hatalmasak. Tehát az olló egyre nagyobb. Így van. Na és jó is mondod, hogy olló, mert ugye, hogyha ketté nyitjuk ezt az ollót, akkor ugye van a nyugati régió, ahol inkább ukránabb, tehát én is egy ukrán típusú visivankát viselek, ugye ez mindkét országban, Oroszországban, Ukrajnában van, de a Oroszországban csak a fehér színűt viselik, de most Ukrajnában ugye terjedőben van ez a fekete szín is. Ez csak az ukránok veszik fel. Úgyhogy ma a nézők kedvéért ukrán. Így van, egy utolsó adásra gondoltam felveszem. Na igen, tehát ugye ott tartottunk, még nem hogy... tudhatjuk, hogy utolsó adás. Eh? Igen, hát Ukrajnával kapcsolatban valószínű. És a nyugaton mit lehet csinálni, hogyha rossz az élet? Elmegyünk külföldre dolgozni, ugye bár? És elmegy a nyugatiak, azok hova mentek? Lengyelországba, Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba, ezek a fő országok, illetve de akár Portugáliába. De nyugatra mentek dolgozni, nyári meló, három hónap, mit tudom én. És ugye látták, hogy nyugaton milyen jó az élet. Még a keletiek azok nem mentek el nyugatra sose, hanem átugortak Oroszországba dolgozni, mert nekik ugye ott volt a család, vagy ott egy nyelv is közelebb állt hozzájuk, tehát ők átmentek Oroszországba, netán Moszkvába dolgozni, és ott is láttak, hogy milyen jó az élet, hogy mennyivel többet keresnek. Most ez az egész majdnem ez arról szólt, ugyebár, hogy egy korrupt elnököt el akartak küldözni, főként a nyugat-ukránok, orosz barát elnököt, mert ugye nem írt alá az EU-val a társulási egyezmény. És ugye ez kicsapta a biztosítékot, mert ők abban látták a jövőt, hogyha közeledünk Európához, akkor talán a bérek is elkezdenek felmenni, tehát jobb lesz az élet. És ugye ez egy hatalmas nagy elégedetlenséget váltott ki, láttuk is, mi történt. Tehát ugye én azt látom, hogyha az emberek alapvetően azt látják, ha nem is úgy élnek, mint Németországban, de mondjuk már olyan árak, olyan fizetésük van mondjuk csak Magyarországon, akkor nem történik semmi. Mert ugye az embernek a jó ízete a hasánál kezdődik, innentől kezdve pedig mindenféle ideológia alapot rá lehet még szervezni. Így van ez Ukrajnában is. Ez így van, mint mindenhol, ugye, szerintem. És be kell ismerni, hogy az ukrán állam az elmúlt 26 évben igazából nagy fenét se csinált. Tehát annak érdekében, hogy az emberek életszínvonalát Európához húzzák. Az mind rendben van, de Ukrajna változatlanul tele van ásványi kincsekkel. Ez így van, ez így van. Akkor az egyenlőség, a társadalmi felzárkóztatás, hol tartunk ebben? Most ez is érdekes, mert amikor keleten jártam, vitatják az én meglátásomat helyiek, de én mindig azt látom, hogy Jézusom ezt a gyárt, vagy ezt a bányát, ezt 1960 óta nem modernizálták. Tehát ez ugyanúgy néz ki, mint amikor megépítették, még a Szovjetunióban. És én mondják, hogy de hát ugye azért amennyit kell, azért modernizálnak, hát mondom, mit beraknak egy routert, hogy legyen wifi, vagy és mire gondolunk. Tehát azt látni, hogy mivel ezek a fontos ipari létesítmények üzletemberek kezében vannak, hát ugye mit csinál egy ukrán oligarha? Kiszedi a legtöbb pénz belőle, amennyit lehet, és úgy, ahogy fenntartja. Tehát itt azt ne képzeljük már, hogy a bányászok, akiknek egyébként hihetetlenül veszélyes munkájuk van, azok nagyon jól megélnek. A figyfenét, azok is 30-40 ezeres fizetést kapnak. Mennyire érezhető a fővárosban a háború, illetve kivéve a háborús szakadályfővároson, Donyecki? Semennyire. Sokat változott a város abból a szempontból, hogy most már azért kialakult egy rendszer. Tehát mindeközben esetleg a képeket, hogyha a kolléga úr itt mögöttünk elkezdi vetíteni a 9-esig, ugye meglepően van egy rend, nyugalom, ahogy mondtam, tehát tisztaság van
az ember nem vesz észre, hogy háború van, azt észre, hogy valami változott, mert minden azért második... van tisztaság, mert a köztisztasági hivatal működik, a hivatalok működnek, a közértek, az üzletek nyitva vannak. Na ez az érdekes, van teljes az egészben. Ellátás. Van, tehát minden van, de az embernek sokszor az az érzése, hogy ez egy látszat. Tehát, hogy inkább fenntartjuk, hogy nézzen ki úgy, hogy minden rendben van, de ez nem a valóság. Ki fedezi mindezt? Na, itt kezd érdekessé válni a dolog, hiszen a város 1 milliós volt, ebből most hát szerintem azért 300-400 ezer ember elmenekült. Vagy elmentek Oroszországba, vagy elmentek Ukrajnába. Miközben egy térképet látok, ahol itt lőnek mindenfelé. Kérjük a kollégákat, hogy ezen a háborús térképen essünk túl. Így van. És nézzük az egyéb képeket, ha vannak. Na, kedvencem, Don Mac. A McDonald's-ot azóta most már Don Mac, mint Donetsz medence, Don Mac-nak nevezték át, mert csak. Tehát, és mennyire népszerű? Mindenki jár ugyanúgy McDonald's továbbra is, csak Don Mac-nak hívják, és ugye járnak benne. Most ugye azt kell látni, például a képeken is látható, hogy mondom, rendben állnak a fák, tisztaság van az utcán, és mindenhol ilyen népköztársaság beli plakát, vagy poszter, vagy valami van. Tehát, ezért itt vannak felhők a hajjal. Hát igen, ez egy ipari terület fővárosa volt. A helyiek azt mondják, hogy ez Kijev után volt a második legjobb város az országban. Tehát tele volt pénzzel, hát ugye a legtöbb eddig ukrán elnök, meg rengeteg képviselő, üzletember ebből a régióból származik. És ja, ugye ott van Lenin atyánk, mögötte a Sberbank Oroszország, tehát egy ilyen nagyon keményen elkezdtek nem is Oroszországhoz visszamenni, hanem ahogy a múlthoz. Tehát ez egyfajta ilyen poszt-szovjet, de hiányzik nekünk a Szovjetunió, tehát valahogy úgy szeretnénk kialakítani, mint ahogy mi azt a Szovjetunióban elképzeltük. Tehát egy ilyen romantika, meg egy tehát ilyen... Tehát még jobbak leszünk, mind a... Hát én nem is tudom, tehát egy ilyen keveredve van. Tehát ugye itt is látjuk az egyik képen, hogy ugye Oroszország szívecske, tehát hogy nagyon megyünk Oroszországhoz, és ugye romantikusan emlékezünk vissza a Szovjetunióra, a hősidőkre, hogy ez milyen jó volt, hogy mindenki egyenlő volt, hogy milyen jó daloltunk a gyárban. Ez egy populista utópia. Ez egy ilyen dolog, de ez hat, illetve hatott sok emberre. És ugye lássuk, meg is kapták, ugye, de igazából nem feltétlenül pozitív. Ez például az első népköztársasági szupermarket. Most már megjelentek ezek a boldog, tehát ezek ilyen állami, kvázi állami szupermarketek a legjobbak az egész területen, az egész városban. Ez nem az 50-es évek Magyarországját? Ugye amikor... ismerős kezd lenni a dolog? Tehát itt legalább konzervfegyek voltak ott, meg csak kirakat ragaszok vannak. Nem, itt tele van, és ugye a mai napig ugye az ukránok azon filóznak, hogy most van-e még ukrán termék, vagy nincs. Nincs. Még lehet találni ilyen fagyasztott, nem tudom, zsemlét, amire ukránul rá van írva, hogy fagyasztott zsemle, de egyébként már Oroszországból meg kírják, hogy mit csináltak a Szakadár Népköztársaságban, ugye itt, hogy Szakadár Népköztársaságbeli termék, hogy vásárold ezt, akkor. Tehát akkor tulajdonképpen ez az ilyen Kiváló Áruk Fóruma című fejezet. Olyasmi. Mennyire nacionalisták ők nagyon? Most ez az érdekes, mert mindenkit kérdeztem, hogy ti hogyan tekintetek magatokra. Tehát akkor ti most oroszok vagytok, és oroszok szeretnétek lenni, vagy nem, és ugye változó. Mert ugye mondják, hogy nem igazából olyan, a legjobb válasz az volt, hogy egy kicsit Ukrajna és Oroszország között a kettő. Mert volt, aki ukránnak vallotta magát, volt, aki úgy nem nagyon tudott válaszolni rá, volt, aki orosznak érezte magát, de mondom, ez már mindaz, amit még ki lehet találni az egészen. Még függetlenek is akarnak maradni, vagy azért az hát nem? Most ugye, hogy megnézem, pont az, hogy nagyon nem fognak visszamenni Ukrajnába ebben az állapotban, mert hogyha, tehát akik figyelték az eseményeket, egyébként én a Vice News-nak tudom ajánlani az ukrajnai tudósítását, az egy évig csinálták 110 részben, remek munkát végeztek abból a szempontból, hogy bemutatták, ami volt káosz. Tehát nekem mesélte egy volt üzletember, aki ugyanúgy ebben a térségben volt egy gyára, meg mit tudom én, aztán szétlőtték. Tehát el is jöttek onnan, és Kijevbe költöztek. És akkor ő mesélte azt, hogy ezeket fel kell lógatni, tehát ő így fogalmazott, ez a véleménye a szakadárokról, mert
adtunk nekik munkát, adtunk nekik megélhetést, aztán Papusban sétáltak, abban a pillanatban, hogy kaptak egy gépfegyvert a kezükbe, ők lettek az urak. Tehát így írják le, hogy akkora káosz volt, hogy itt ilyen kis csoportok. Kis milíciák. Így van, milíciák ragadták faluban, kisvárosban, nagyvárosban magukhoz a hatalmat, és tényleg ilyen jött-ment alakok. Na jó, de ilyen jött-ment alakok nem tudnak működtetni egészségügyi hálózatot, kórházakat. Ez volt 3 éve, jött-ment alakok gépfegyverrel megállítottak, tehát az utcán önbíráskodtak, stb. De hát ugye ezt... Ennek vége, nem? Igen. Na most ugorjunk egy pillanatra vissza az időben. Tehát ugye mi történt a majdani forradalom után? Elüldözték a orosz barát elnököt, és ment a Krim bele. Tehát egy puska dőrenés nélkül, egy lövés nélkül elfoglalták a Krímet. Hát mert sokan vagy azt mondják, hogy Kruscsovnak rossz döntése volt ez. Egyébként tényleg. Korrigálták egyébként a döntést. Egyébként tényleg, tehát az a terület az mindig orosz volt, legalábbis az utóbbi 100 évben orosz volt, szóval rossz döntés volt szerintem is, de akkor nem gondoltak arra, hogy itt valaha különálló államok lesznek. És igen, ment a Krím. És két verzió van, hogy mi történt keleten. Na most a helyi verzió az az, hogy hát akkor mi is úgy gondoltuk, hogy esetleg elszakadunk, mert nem tetszik, hogy mi zajlik Ukrajnában, és csatlakozunk Oroszországhoz. Tehát akkor megragadjuk az alkalmat így a Krím után. Így a lehetőség. Ami teljesen elképzelhető, tehát egy olyan régió, amely alapvetően különlegesnek is képzelte magát, illetve másnak képzelte magát, tehát tehát egy ilyen kis autonóm területként kezelte önmagát. Az emberek mindig úgy, tehát olyan mint hogyha Erdély Magyarország része lenne, de Erdély az mindig olyan Erdély maradna. Tehát autonóm. Igen, Erdély az Erdély, tehát ezt így kell elképzelni. És akkor fegyvert ragadtak, meg népszavazták, hogy ők itt aztán nem akarnak maradni. Ez elképzelhető. Van egy másik verzió is, hogy nagyjából ugyanezt történt, csak miközben ment a Krimben a elcsatolás, vagy a népszavazás, átszivárogtak Oroszországból keletre az elvtársak, és elkezdtek szervezkedni, hogy akkor itt most a balhét. És megtalálták azokat az embereket, akiket fel lehetett használni erre a célra. Tehát, ahogy az ukránok szoktak fogalmazni, az alkeszek és a drogosok. Bűnözők, plusz a bűnözők. Vagy mind a 3 egyszerre. Nem túl egyszerű általánosítás ez? Valószínűleg túlságosan egyszerűsítik. Igazából valószínűleg megtalálták azt a marginalizált réteget, azt a kiábrándult, az Ukrajnából, az ukrán államból kiábrándult réteget, amelyet aztán meg lehetett győzködni arról, hogy akkor itt fel kell lázadni, és akkor a saját jövőtöket kell felépíteni. És akkor jöttek az elvtársak, és szépen megszervezték a kocsmákban, vagy a, nem tudom, a kávézókban, akármi, és akkor elindult a balhé. Aztán volt egy kis káosz, ahogy beszéltünk, de ugye azt nem lehetett fenntartani. Tehát én beszélgettem, kérdezgettem ott az embereket, hogy milyen volt, azt mondták, hogy hát szörnyű, hát mindenhol gépfegyverrel sétálgattak emberek, és azt csináltak, amit akartak. Tehát ott az volt a törvény, hogy van egy gépfegyver nálam. De most ugye ez fenntarthatatlan lenne, ezt nem lehet csinálni hosszú távon. Tehát az én teóriám az, hogy végül Moszkvából leszóltak, hogy akkor most takarítás van, és azokat a veszélyesebbnek gondolt elemeket, tehát a megbízhatatlan elemeket így úgy eltávolították, elküldték harcolni, vagy csak kinyírták, tehát bármi lehetséges. És olyan kívül helyezték őket. Igen, az is lehet, de lényeg az, hogy szép lassan azért ki kellett alakítani valamilyen közigazgatást. Tehát akkor hol van, ugye két népköztársaság van, Szakadár van a Luhanszki, nem mentem, mert ugyanaz, illetve a Donyecki. És mindkét helyen szépen akkor kialakították, hogy ki van kiül a hatalmi pozícióban, és akkor szépen el kellett. És tulajdonképpen minden működik, ahogy az előbb kérdeztem, már ahogy... az egészségügytől kezdve a bankrendszerig világon minden. Igen, tehát ugye amivel, tehát ha az ukrán kiment, az ukrán bankrendszer, vagy bolt, vagy szolgáltató, akkor bejött valami helyi, vagy egy orosz igazából. Tehát végül is minden megvan. Ami ledöbbentő az, hogy hogyan van meg minden, hiszen látni azért vannak boltok, amelyek bezártak, vannak bárok, amelyek ugyanúgy bezártak, de sétálgat az ember, és azt látja, hogy nyitva az étterem, nyitva a bár, nyitva a bolt, de úgy üres. Tehát nincs meg az a vásárló. Na, ugye ez a kérdés. Tehát megvan minden, de alapvetően például én sokat söröztem egy egyik ilyen
közel, ahol megszálltam, közelben volt egy bár, és én ott elsörözgettem unalmamban. És a helyben, helyen én voltam gyakran az egyetlen vendég, vagy még rajtam kívül ketten-hárman. És csak úgy számoltam, hogy lényegében drágább kinyitni a helyet, mint azt, hogy most bejön három vendég, és fogyaszt valamit. Mert ugye ott van kettő, vagy három pincér, akkor fel van kapcsolva az összes villany, stb. És az megy a konyha. Ugye? Tehát, de miből tartjuk fel? Mert nem profitál a hely. És ez egy hétig így nézett ki ez a hely. Szóval ugye azon gondolkodtam, hogy... Gondolom, megkérdezted. Persze, nem tudják a választ. Az emberek nem tudják semmire a választ. De nem akarják elmondani. Hát, nem, ez az érdekes. Milyen a közhangulat? Mert azokat a képeket, amiket az első adásban hoztál, amik az egyik buszról szállnak át a másikra hatalmas pakkokkal, azért az nem túl ideális. Attól függ, van-e pénzed. Mert ugye, akinek van pénze, illetve olyan sofőrrel megy át ezen a de facto határon, az jobban jár, mert lényegében le lehet fizetni mindenkit, és akkor nem 8 órát vár az ember a sorban, hanem mondjuk 2-t vagy 1-et. Tehát ezt meg lehet oldani, igazából nem annyira fárasztó, amikor az ember tejel. De hát ugye rengeteg embernek arra nincs pénze, hogy ő még, különösen mondjuk a nyugdíjasoknak nincs arra pénze, hogy mondjuk 5000 forintot fizessen ki erre a, mit tudom én, 30 kilométerre, és akkor várni kell szépen a sorban. Tehát megint itt arról van szó, hogy akinek van pénze, az megél, az nem szenved különösebben. Az adás sorozatban arról beszéltünk, hogy azért halálos áldozatai is vannak ennek a háborúnak. Igen, igen. Érdekes módon én ugye azt tapasztaltam, hogy teljesen más az ukrán oldalon és a szakadár oldalon a... Hát az ugye, ember életnek az értéke? Nem is az érték, nem az értéke, hanem hogyan kezelik és hogyan tudósítanak róla. Tehát ugye a szakadárok is elmondják, hogy 35 millió golyót lőttek ki az ukránok rájuk, stb. De... 35 millió. Hát egyébként... Tudod, mert felhasználtak egy hatalmas készletet. Hát nem 35, de a legutóbbi, de én voltam egy, majd megnézzük, mert hoztam egy videót róla, én voltam egy sajtótájékoztatón, ott valami 3500 lövedékről volt. Nézzük akkor ezt a sajtótájékoztatót, ezt következik most, vagy előtte van valami más? Mondom. Nézd a puskát. Nem, előtte van valami, azt, de hogyha... Nézzük akkor azt. Nézzük meg a 13-as videót, hogyha ezt be tudjuk játszani. És úgy érzed, hogy ezzel az utolsó látogatással a küldetésed befejezett? Szerintem nagyjából így rájöttem, hogy mi zajlik az országban, tehát nem akarom azt mondani, hogy meg tudom szakérteni, de azért most már úgy akkor ráéreztem. Akkor most nézzük a videót, és akkor érthetőbb lesz a dolog. Lássuk. Legyen így. Szóvivő, a katonai szóvivő. Na most az volt számomra az érdekes kifejezetten ebben ezen a sajtótájékoztatón, hogy jó, mindenki le filmezi mondjuk, tehát hogyha bemutatjuk, hogy itt van három drón, ezek ukrán kém drónok, és akkor lelőttük őket. Jó, és akkor persze mindenki lefilmezi, ez érthető. De alapvetően az a momentum, hogy megérkezik valaki, random, valahonnan, behoz három drónt, tehát ilyen repülőt, meg ezt a kis quadrokoptert, leteszi, és utána rámondják, hogy mi ezt lelőttük, ezt a honnan tudjuk, már ne haragudjon meg a világ. Tehát, hogy csak közlik, és akkor ezt tényként kell venni, mint a régi szép időkben, hogy na de hát ez szárnya a valóság. Szeged drón, csak egy szárnya persze, van, nem kettő. Persze, ez biztos, hogy ukrán. Nem azt mondom, hogy nem ukrán, de honnan tudom, hogy ukrán. És honnan tudom, hogy ők lőtték le, nem pedig valami játékkereskedésben. Hát attól függ, hogy kit képviselsz a sajtótájékoztatót. Te egy teljesen független médiumot képviseltél, tehát te vagy elhiszed, vagy igen, nem hát hiszed. Ott ugye a Rosszia 1, tehát az orosz állami televízió volt jelen, illetve három ilyen szakadár TV csatorna. Tehát ez plusz a, te. Ez a, plusz én, random módon. Az előző felvételen nem tudom, ki lehetette venni, de volt egy olyan mozzanat, hogy egy fiatal srác odament az egyik kameráshoz, és megkérdezte, hogy maga kicsoda. És az is nagyon érdekes volt, hogy ugye ott álltam, és ez a srác, ez körbe ment, és aki ott volt, kamerázott mindenkiről, megkérdezte, hogy
maga kicsoda, melyik adótól van itt, és csinált róluk képeket. Tehát ezek azok az apró mozzanatok, amikor... Dani, azért elárulod magadról, hogy azért nagyon fiatal vagy, pedig pár esztendőt Pekingbe is éltél. Egy ilyesfajta sajtótájékoztató először is nem lehet csak úgy akárhogy beesni. Tehát már előzőleg vagy meg vannak hívva, vagy az összes adatodat lejegyezték, följegyezték, hogy nem kell meglepődni, hogy ilyen szárnyaszeket, drónokat mutatnak. Más érzete volt az embernek. Tehát, féltél? Nem. Tehát más érzése van ott az embernek. Tehát az emberekkel lehet beszélgetni, nyíltan lehet beszélgetni. Tehát nem azt nézik, hogy hol van a titkos rendőr, aki hallgatózik. Sokkal inkább itt arról van szó, hogy tisztában vannak azzal, hogy itt milyen a rendszer, és hogy mit lehet, és mit nem. Tehát például kamerán nekem senki nem volt hajlandó interjút adni. Arc nélkül persze. Tehát hangot adnak, meg akármi, de... Na akkor nézzük de a nem. Következő filmet. Legyen a... igen, tehát a 10-estől a 12-es videó, hogyha lehetséges. Mindenki. Igen, ez egy ilyen csend, amerre ment. Persze, ez Donetsk. Ez egy elhagyott? Nem elhagyott. Tehát ami elhagyott, az elhagyott. Tehát ez a Donetsk külvárosa, amit Budapestnek ért nagyjából, csak közelebb van hozzájuk. És ugye ez az a terület, ahol ugye komoly harcok folytak, állítólag még mai napig folynak, és hát szétlőtték az egészet. Tehát ez leginkább ez az ukrán haderőnek a munkája volt, amit láttuk, a munkássága. Hát ugye ez is érdekes, mert ugyanaz, mint a másik oldalon, hogy vannak olyan helyek, ahonnan még az emberek nem tudtak nagyon eljönni, illetve vagy még élnek. De hova menjenek el? Hát na, ez az érdekes, mert hogyha egy nagy boldog szocializmust épít ez a szakadár népköztársaság, én mindenkit megkérdeztem, hogy mondom, önök itt élnek? Igen, és mondom, miért nem mennek el? Tehát, megkérdezték, hogy hova? Nem, mert mint kiderült, hogy ilyen szállás biztosít valamilyen szinten a helyi hatalom, a helyi helyhatóság, el lehet menni kollégiumba. Tehát ilyen közös szobákba, vagy mit tudom én. Tehát ennyi. Na most ilyenkor dönt az ember, hogy van egy gyerekem, vagy van családom, és most elmegyünk-e közösen lakni egy kollégiumba, vagy maradunk a saját házunkban, és ne adj Isten, berepül egy gránát. Tehát ugye ez a kettő de opció. Mi már elszoktunk, közel 70 esztendeje közelünkben nem volt háború, tehát nem is tudjuk fölfogni, hogy milyen az a háború. Igen, teljesen ez más. Ez inkább olyan kifullasztó háborúnak. Hát ez az érdekes, mert ugye ahány emberrel beszéltem, annyi különböző vélemény volt, mert mondom, mondjuk aki nem érezte meg test közelből, de hát nem egy olyan házban lakott, amelyet éppen szétlőttek, vagy mellette kiégett valami, vagy valami ismerőse meghalt. Tehát nem test közelből érezte meg azt, hogy ugye a civilek is meg tudják érezni a saját bőrükön a háborút. Az nem feltétlenül beszélt gyűlölettel az ukrán oldalról, nem feltétlenül volt ellenséges, nem feltétlenül de azért volt egy olyan mentalitás, hogy sose tud megbocsájtani a háború borzalmaiért. Na most, aki ott lakik, az természetesen, az nem ilyen békülékeny. Tehát ugye én belefutottam egy társaságba, édesanya, lánya, annak a gyerekkel, meg egy srác gyerekekkel sétáltak babakocsival, és akkor oda mentem, hogy szép jó napot, ez vagyok, hogy mutatnak valami, meséljenek. Ó, nem kellett többet kérni. Egy óráig mentünk körbe-körbe, és mutatták, hogy melyik házad, mikor lőtték le, blablabla. És nagyon, tehát düvel, tehát méreggel beszéltek. Tehát látszott, hogy emocionálisan egy kicsit sok is volt nekik visszaemlékezni ennyi mindenre. Tehát az ilyen emberek például nem
fognak megbocsájtani. Na most pont az, hogy egy ilyen fagyott konfliktusban pont az ilyen emberekre van szükség ahhoz, hogyha valaki nem akar megbékülni. Mert ezeknek az embereknek a szava, tehát hogyha szavaznánk, akkor például ez az a szavazó réteg, amely arra szavazna, hogy nem békülünk ki Ukrajnába. Dani, pár tőmondatban össze kéne foglalnod. Mi lesz ennek a vége? Menni fog még, vagy 3-4 évig, hanem 5. Valószínűleg már csak azért is, mert ugye ez a szakadár terület már, még hogyha hosszú távon fenntarthatatlan is gazdaságilag, jelenleg éppen berendezkedett, és nagyon jól érzi magát. Köszöni szépen. Az emberek pedig, amíg dolgoznak, van munkájuk, és tudnak enni valahol, és nem élnek rosszabbul, mint mondjuk az ukrán oldalon, addig szerintem nagyon jól meg lesz ez a szakadár. Tehát amíg mondjuk Moszkva is segíti őket, addig ez a szakadár terület, ami igazából ütköző zónává változott, ez nagyon jól el lesz még egy pár évig. Ez tényleg lépnie kell valamelyik oldalnak valamit, hogy mi módon lehet legalább a fegyveres harcot beszüntetni. Mert ha már a fegyveres harcot beszüntetik, ami még nem sikerült, akkor talán ki lehet dolgozni valamit. Most pihensz egy kicsit, összekészíted az anyagokat, és elmész az Amerikai Egyesült Államokba, és megmutatod nekik, hogy mi történik ott. Ők vajon hogy fogják ezt fogadni? Szerintem azért tisztában vannak, tehát hogy az Egyesült Államokat nem kell félteni attól, hogy nincsen információjuk, vagy nem tanulmányozzák az esetet. Én annyit nem vagyok nagyszájú, de szerintem ugye így, ebben a formában, tehát ennyire az emberi oldalát annyira még nem kutatta meg senki. Helyiek, akik ott élnek, persze azért tudják, de egy külföldi, aki elment és az embereket kérdezte, az átlag embereket, hát szerintem olyan nagyon kevés van még az Egyesült Államokban is. Ilyen, amikor egy nyelvészből száguldó riporter lesz és Ukrajna szakértő. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, hogy bátor voltál és mindent megtettél azért, hogy nézőink egyenes kézből objektív információkat kapjanak. Képeket Péter, készítettél. Megengedsz még egy képet búcsúzásul? Nézzük. Akkor lehetne azt hiszem az X képet, ha nem akkor az Y-t, de valamelyiket. Akkor a másikat. már is jobb. Tehát érezzük, ő a Donyecki Népköztársaság vezetője, és hát igen, a generalissimo. Oly vé. Egy fegyvert nem tartott a kezében, de azért kinéz, ahogy kinéz. Ezt kell tudni a Népköztársaságról. Kedves nézőim, egyenesen a harctérről Kis Danit látták, a nyelvész, aki száguldó újságíróval vált, helyi tudósítóvá, mindent megtett élete kockáztatása árán is, azért, hogy mi objektívan tudjuk a híreket. Itt teszünk a jövőben is, továbbra is tartsanak velünk. Köszönjük, hogy minket választottak a viszontlátásra. Köszönöm.